Torockai László pártelnök lesz a Mi Hazánk Mozgalom miniszterelnök jelöltje a 2022-es országgyűlési választásokon. A párt kormányra kerülése esetén szegregálna az oktatásban, népszavazást tartana az uniós tagságról, valamint hatályon kívül helyezni a trianoni békeszerződést. Vendégünk Torockai László. Miniszterelnök jelölt, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Mennyire gondolja komolyan a miniszterelnök jelöltségét? Minden kis adattal mért pártnál logikus kérdés ezt feltenni, gondolom. Hát teljesen komolyan gondoljuk, annál is inkább, mert 5% fölött teljesítettünk az önkormányzati választásokon, tehát ahol megyei listát állítottunk összesítve, 5% fölött voltunk, azóta is eltelt azért már jó pár hónap. És hát hogyha azt látom, hogy például most is itt a koronavírus őrület kapcsán a felszínt kapargatják, akár a balliberális egyesült tömb, vagy akár a Fidesz, ugye ugyanarról beszélnek, korlátozásokról, lezárásokról, vakcinákról vitatkoznak, miközben arról kellene beszélnünk, hogy egy új világrend van éppen kialakulóban, és az új világrend az egy nagyon-nagyon rossz és nagyon sötét jövőt jósol nekünk. Hát az elég egyértelműen elmondta egyébként Klaus Schwab, a Világgazdasági Fórum vezetője, elnöke, aki azt mondta, hogy ez a Great Reset, tehát a nagy újrakezdés időszaka lesz majd, egy új világrendről beszél. Egyébként Szijjártó Péter külügyminiszter is elismerte, hogy egy új világrend következik a koronavírus után. És hát szerintem erről kellene, hogy folyjon a vita, hogy mi ez az új világrend. Körülbelül ott tartunk most, mint az első világháború után, az 1919-es Párizs környéki békeszerződések után, amikor egyébként éppen tombolt a spanyol nátha, és az új világrenddel felosztották nem csak Európát, hanem az egész világot. Aztán utána jött a második világháború. Hát most pedig azt látjuk, hogy néhány hónapnyi elhibázott kormányzati és egyébként balliberális követelések, intézkedések után ott tartunk, hogy az államadósság az 1995-ös szintre jutott. Mi volt 1995-ben? Jött a bokros csomag. És ez még csak a kezdet. Tehát én azt gondolom, hogy óriási gondok lesznek, egy olyan adósság spirálba kerül Magyarország, nem beszélve a lakosságról, hiszen a lakosságot is újabb hitelek felvételére ösztönzi most a kormányzat, amiből még az unokáink sem tudnak majd kivergődni. Szerintem erről kellene most beszélni. A senki földje látszólag a két nagy tömb közötti terület, ahol azért jó néhány párt megfordul. Ha önök elérik az 5%-ot és bejutnak a parlamentbe, nyilván valahogy majd meg kell határozniuk a saját helyüket, szerepüket. Ön most hogy látja? Egy Fidesz tömb mellett szavazó, vagy egy ellenzék mellett szavazó Mi Hazánk lesz? Hát mi is ellenzék vagyunk, de ugye nagyon fontos, hogy mi nem a balliberális ellenzéki tömbhöz tartozunk, és hogyha mi valamelyik nagy tömbbel, akár a NER rendszerrel, akár a balliberális tömbbel szeretnénk együtt kormányozni, akkor nyilvánvalóan nem alakítunk egy külön pártot, és nem harmadik útról beszélünk. Ennek a harmadik útnak ennek van létjogosultsága, ez már évtizedek óta. De akkor nem készülnek kormányra, ha jól értem. Évtizedek óta. Nézze, egy teljesen új pártként azért 5,1%-os önkormányzati eredménnyel, vagy 3,3%-os ugye megalakulásunk után 3,3%-os európai parlamenti választás eredménye, nyilván most nem azt gondoljuk, hogy rögtön 25%-ot fogunk majd kapni, tehát azért politikai értelemben még nem vagyunk annyira idősek, hogy ne legyen mondjuk időnk akár 10 éven belül kormányozni Magyarországon. Mi nem szeretnénk feladni az elveinket. Én magam 25 éve ugyanazt következetesen képviselem még annak idején, ugye Csurka István mellett kezdődött a politikai pályafutásom, és én ugyanazt képviselem. Azt gondolom, hogy ma is szükség van a harmadik útra, ma is szükség van arra a jó értelembe vett nemzeti radikalizmusra, ami gyökeres változásokat szeretne. Hogyha a programunkat megnézzük, akkor azt látjuk, hogy csupa olyan eleme van, amiben sem a Fidesszel, sem a balliberálisokkal nem tudunk egyetérteni. Segítekem abban, hogy a legfontosabbakat gyorsan megnézzük, röviden. Például a mentelmi jog. Mentelmi jog. Tehát a mentelmi jog eltörlése, az nekünk egy nagyon-nagyon nagyon fontos... Az országgyűlési képviselőket illeti, így van, és ez így nem van. Lenne. A politikus de bűnözést itt segíti. Van egy-két nagyon furcsa dolog, például a trianoni békeszerződés hatályon kívül helyezése, ezt egy oldalon hiába helyezi hatályon kívül, tehát nyilván erről vagy tárgyalni kellene, vagy hadra kellene, és visszafoglalni a területeket. Másképp nincs értelme. Ja, Deák Ferenc ezt nagyon szépen megfogalmazta a 19. században, amikor azt mondta, hogy ugye, amit erő, hatalom elvesz tőlünk, azt ugye idő és kedvező szerencse visszahozhatja, de amiről a nemzet önként lemond, tartva vagy félve a szenvedésektől, azt ugye végleg el fogjuk veszíteni. Tehát pontosan azt gondoljuk, hogy ha a Magyarországgyűlés tartja életben és tartja hatályban azt az 1921-es törvényt, ami
tulajdonképpen szentesítette a trianoni békeszerződést, és annyira abszurd jelenleg, hogy például a törvény szerint Sopron és környéke jelenleg is Ausztria része. Tehát, hogyha ezt nem képes hatályon... Született egy módosító döntés. Ez így van megszövegezve. Tehát jelenleg a 21-es törvény, ami most hatályos, abban Sopron még mindig Ausztria része, nem veszi figyelembe ez a törvény, hogy népszavazása. Így van, mi ezt kezdeményeztük. Tehát az nem a szerződés felmondása. Közben ugye egy esztendő eltelt, ugye a kormány arra hivatkozva, a Fidesz arra hivatkozva, hogy járványhelyzet van, el tudta egészen mostanáig húzni, most kerül a külügyi bizottság elé, majd talán társorozatba veszik, és majd most kiderül, hogy ki hol áll, hogy hány bátor magyar képviselő maradt még az országgyűlésben. Addig nem tudunk az ENSZ-hez fordulni, hogy legalább egy kárpótlást. Ugye itt már mindenki kapott kárpótlást a környékünkön, csak mi magyarok nem kaptunk. Tehát komolyan gondolja, értem. Teljesen komolyan gondoljuk, és jó lenne azért, hogyha most már a magyar politika, belpolitika, külpolitika, az most már megpróbálna egy kicsit a talpára állni. Tehát egy villámkérdést engedje meg a szegregációról, mert az mindig vita, és mindig szemrehányás tárgya, hogy Duró Dóráék, ugye ő viszi az oktatásügyet hagyományosan önöknél, mindig szegregálni akarnak. Ez a romák kizárásáról szokott szólni általában a közbeszédben. Önöknél is? Hát nézze, én nem tettek róla, hogyha azok a bizonyos problémák, amely miatt mondjuk nem lehet normálisan az iskolákban tanítani, az mondjuk jellemzően egyébként cigány gyerekekhez kötődik, vagy a cigánytelepekhez kötődik, de ez egyébként, ezt már nagyon sokszor elmondtam, hogy ez elsősorban nem etnikai kérdés, tehát nyilvánvalóan azt a cigány gyereket, aki normálisan, tisztességesen akar tanulni, a szülei tisztességesek, tehát nem bűnözők, azt nyilván nem kell szegregálni. Hát miért kellene? Ki fog erről azokat kell kik szegregálni? Azok, akik igen és hát nem. A szakemberek, pedagógusok természetesen, ugye annak idején úgy nevezték, hogy gyógypedagógus, ilyen osztály, tehát annak idején nem féltek attól, hogy szegregáljanak, hát nyilvánvalóan nem szabad visszafogni azokat a gyerekeket, akik normálisan szeretnének tanulni, akik viszont akadályozzák a normális oktatást, akár megtámadják a tanárokat, azokat külön osztályba kell, speciális oktatásban kell részesíteni. A közbeszéd a jelenlét még hadd hozzam ide, hogy ugye azt szokták mondani, hogy önöket nyilván a Fidesz finanszírozza, és ezzel szokták be is sorolni valahova a Mi Hazánk mozgalmat. Én meg mindig elmondom, hogy ez a balliberális narratíva. Nyilvánvalóan a balliberális tábornak az az érdeke, és egyébként hozzá kell tennem, most már nagyon úgy tűnik, hogy a Fidesznek is ugyanez az érdeke, hogy ne legyen harmadik út. Tehát mind a kettő, akár a Fidesz, akár a balliberális oldal szeretné besöpörni a saját ernyője alá az összes szavazatot, értelemszerűen azt a fajta két osztatú politikai rendszert akarják kialakítani, ami mondjuk Németországban volt korábban az AfD megjelenése előtt, vagy mondjuk az Amerikai Egyesült Államokban van, de a mi véleményünk szerint ez valójában egy pártrendszer. Hogyha megnézzük azokat a legfontosabb, alapvető, fundamentális kérdéseket, amelyek igazán meghatározzák az életünket, akár az Európai Uniós tagságunk, akár a NATO tagságunk, akár az, hogy a multinacionális cégeket részesítik mindig előnyben a magyar vállalkozókkal szemben, akkor azt látjuk, hogy a Fidesz és a balliberálisok ugyanazt képviselik. Nem lehet, ez a nemzeti minimum? Sőt, ez a nemzeti tragédia. Hát ezért nem tudott az elmúlt 30 évben önálló, szuverén nemzetgazdaság felépülni. A mi programunk, a Viradat program az arról szól, hogy fundamentálisan kell átalakítani. Tehát mi például azt szeretnénk, hogy a nemzetgazdaságot felépítsük. Tehát a mezőgazdaságra, a turizmusra, közbiztonságra épülő saját nemzetgazdaságunk legyen, ahol nem multik vagyunk, nem a Mercedes vagy az Audi adja a GDP nagy részét, hanem azok a magyar vállalkozások, amelyeket sokkal komolyabban kellene támogatni, vagy például a közbeszerzési eljárásokat úgy kellene átalakítani, hogy a magyar vállalkozókat akkor részesítse például előnyben, hogyha a helyben hozza a munkaerőt. Feladja a leckét a szavazóknak, mert munkások. Vannak ilyen elemek, meg olyanok vannak, amik nyilván tetszenek sokaknak, vannak, amire sokan nyilván felszisztennek, de hát majd választanak a szavazók. Toroczkai László, Mi Hazánk mozgalom miniszterelnök jelöltje volt a vendégünk. Köszönöm szépen, hogy itt volt, és köszönöm az önök figyelmét. Most néhány párttal fognak találkozni a következő műsorban is, és azok képviselőivel. Jön a csat és a vita arról, hogy hogyan tovább, hogyha valaki kívül van a nagy tömbökön. Maradjanak velünk, mindjárt folytatjuk.